Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, Bannerlord sorozatának 33. része. Ezt a videót végre már akkor veszem fel, amikor már kikerültem a kórházból, és az legelső videóm a Bannerlorddal így azóta. Szóval ez egy újraismerkedés lesz a játékkal valamilyen szinten, mert több mint egy hónapja nem játszottam vele így. Több mint egy hónap, és szerintem még két hét azon kívül. Az, hogy mikor került ki az utolsó videó, az nem mutatja meg, hogy mikor játszottam vele, mert lehet, hogy azt a videót felvettem már előtte egy héttel, vagy kettővel, vagy valami hasonlóképpen. Szóval, jött rengeteg sok frissítés, nagyon sok minden változott. Egy részét tudom, hogy mik változtak, például itt jobb oldalt alul láthatjátok, hogy most már nem látjuk a karaktereket. Hogy tudom ezt behozni nektek? Így, ja hát most nem tudjuk, hogy ő neki ki a izéje, de például, hogyha idejövünk a hírókhoz, tehát itt van egy csomó mindenki, aki itt nem is ismerünk most jelenleg. Tehát akiket nem ismersz, azoknak nem ismered a képét, nem ismered a leírását, meg semmi. Ez azért vicces, mert ugye őket itt behívtam én így ebbe a háborúba, szóval ismerem valamilyen szinten. Arról nem is beszélve, vagy elkezdek velük beszélgetni, és ők is ismernek, és mennyire kell ismernem ahhoz, hogy megjelenjen. Mert nézzétek, most kijövünk innen, és még mindig nem látjuk. Szóval ez majd egy érdekes dolog, de mindegy, én csak örülök neki, hogy működik. Mert eleinte a mentésemet se akarta betölteni, ami eléggé kellemetlen lett volna, megmondom nektek őszintén. A kamera az lát. Vissza. Ahogy ne. Ez ilyen OBS probléma, ezzel ne is foglalkozzatok. Na, a vlandiai háborúval vagyunk elfoglalva, ahogy nézem. Az volt a tervünk, hogy a vlandiai birodalmat azt megszüntetjük valamilyen szinten. Ez nagyon jól működik egyelőre. Lagetát elfoglalták, a mi seregünk itt van Kárasznál, ahelyett, hogy ezeket a kastélyokat foglalnák. Én meg itt nem bírok foglalni, mert itt van két seregük. És ők eléggé problémásak létszám tekintetében. Nekünk 10 foglyunk van. Vannak sérültjeink? Nincsenek. Szóval ez a maximális létszámunk. Elméletileg akkor is el tudnám verni őket, mert az én embereim kevesebbet sérülnek. Viszont ha az a 162 fő beszáll, akkor az úgy kellemetlen lesz. Ja, megnézzük, hogy tudok-e katonákat fölvenni, és akkor őket elverni. Már is egy baromi nagy ütközettel kezdjük. Az ellenére, hogy már mit tudom én mióta nem játszottam. Azt foglalja, az a 162 fő, az úgy jó? Ó, bekerültek újfajta ilyen képek. Szép. Hát itt senkit nem rekrútolunk. Itt már egyszer szerintem végigmentünk. Ezt a 364 főt ezt el kéne intézni, még mielőtt odaér. Hát ez... sztornó, ez nem fogunk odaérni, hogy megvédjük. Viszont... tudunk olyat csinálni, ők most így beálltak oda, hát ez most egy nagyon szép lesz itt. Itt mennyi katona van? 107. Sokat nem fogott állítani rajtuk. Viszont megvárjuk, hogy elkezdjenek harcolni. Tehát lássuk, hogy fogjon a létszám. Oké, nekem ez a kastély, ez nekem nem kell, szóval ezt nehogy nekem adjátok. A 29% jó, mi itt nem szállunk ebbe bele. Ahogy. Hogy növekedett 30-ra a százalékom? Na mindegy. Oké, 180 védő. Valaki szintet lépett. Ó, megváltoztak skillek. Ja, igen. Jó. Kapitány szintű képesség. Ja, ez egy shieldes. Mondjuk mi használunk shieldet. A felső az mondjuk nagyon jó kapitány képessége. Szóval 4%-kal kevesebbet sebződnek azok, akik ilyen shield wall-ba vannak berakva. Tudjátok, ilyen pajzsfal formációba. Nem emlékszem már, mit választottunk, de az első is nagyon jó. Személy szerint ugye én nem vezetek shieldes katonákat, szóval nekem inkább talán ez jobb lenne. Ja, legyen ez. Mert akkor jobban tudom irányítani a saját fegyveremet, az érdekel. Hopp, itt két fejlesztés megint. 30% meggyőzés, 5 parti méret, crafting stamina, és 10%-kal kevesebb esély, hogy megszöknek a foglyok. Ez nem rossz. Szóval megváltoztatták? Foglyok szökését? Biztos változtattak rajta. Ez a szimulációs csatáinkat állítgathatjuk. A csomó emberemnek állítanom kell itt milyen képességek változtak meg hasonlók. Nem felső lesz.
felső az ilyen erdei, meg havas rész, én inkább a sztyeppést választottam. Meg a síkságok, meg az ilyenek, jó? Atlétikait mi van? Jó, hát a Governor képességek azok nekünk teljesen mindegy. Itt a felsőt fogjuk választani mindenképp, mert sose vagyunk túlterhelve, szóval nem veszítünk penaltit. Itt szerintem meg a parti méretet növeltem 5-tel. De viszont őszintén szólva, ez jobban tetszik. A foglyoknak a megszökéses dolga. Nem akarom, hogy megszökjenek a fogjaim. Legyen az. Ezt elfogadjuk egyelőre. És akkor most jöhet mindenki más. A feleségem. Jó. Figyelj, feleség, te abszolút nem is tudom, hogy te milyen hadvezér vagy, vagy minek akarlak. Ahogy nézem, van lovad. Jó, egy kicsit gyorsabb mozgás. Most nem megyünk mindegyiken végig. Gyalogságot fog vezetni. Nem használ shieldet. Nincs is semmilyen. Van egyáltalán bármid is. Hol van az inventory? Ez az inventory. Ja, így. Csak kardod van. Aha. Lovad van, meg kardod van. Hát nem a legbiztonságosabb dolog. Ez biztos. Jó, tudod mit? Legyen a kardos neked is, hogy minden jobb kardforgató legyél. Jó, itt van a Zvatim Break School. Ő neki, hát ezt könnyen megoldottuk. Itt van Vadrios the Silent. Ő egy governor. Jó, legyen ő a felső ott. Party leader, kapitány. Alsó, gyorsabb lovassági mozgási sebesség, és itt a felső szintén. Úgyné, akkor ő Iron Belly. Iron Belly-nek ezt a felsőt mindenképp, atlétikai képesség, és neki inkább a felső legyen. Parti méretet tudja növelni. Oké, íjász choicing, őnek inkább az alsó, mert pajzsot nem használ, íjászati képesség. Armor penetration. És katonáinak is. Vagy gyorsabb mozgási sebesség, szerintem inkább lőjenek jobban. Úgy, itt van Brave barátunk, Eckard Brave barátunk. Őnek is inkább szerintem parti méretnövelés, és neki is a sztyeppés helyeken legyen. Atlétika, szintén neki is szerintem parti. Ő az orvosunk viszont. Neki egyik se számít. Neki abszolút egyik se számít. Nem tudom. Ha valaha elküldjük vezetőnek, akkor inkább a felső legyen. Jó, ezt megoldottuk, srácok. Én a mondó vagyok. Sőt, mentsünk is egyet, hogy ezt ne kelljen megismételnem még egyszer, mert ez engem nagyon zavarna. Na, nézzük. Azt kell, ugye azt várjuk, hogy elkezdjék ténylegesen az ostromot, veszítsenek katonákat, ugye a védekezők lemenjenek minimális szintre, és utána megtámadjuk ezt a kempet. Elfoglalták. Az jó volt, az elesett az erőd elég rendesen. Jó, hát akkor ez a probléma megoldva. Várjátok, a pillanatra a szemem valami problémája lett. Illetve a fényerőt az feljebb vettem, hogy lássak is. Áh, fene vigye el. Nem tudom, mit csináljunk velük. Azt tudom, hogy nekünk viszont van ilyen pontunk, embert nem tudunk még hívni, nem tudunk. Szóval mi elkezdünk ilyen kohéziót visszahúzni. Így. Több katonára lenne szükségünk egyszerűen. Darther. Ez az 500 főz felénk jön. És sokan lettetek, fogadjunk. Aj, fogadjunk, egy csomó fogoly volt bent. Akit fogtak és felvettek. Az. Egy katona. Nem a legjobb. Még egész gyorsan is jönnek. Ó, de ahogy nézem, rekrútolunk mi embereket, csak én nem tudok már felvenni. Nem baj, gyertek csak utánam. Időzzetek itt egy darabig. Vajon mennyi katonát hagytak ott az erődben, hogyha ennyien vannak? Ó, nagyon jó, mindjárt 400-an vagyunk. Tökre tetszik, hogy a katonák így felveszik maguktól az embereket. Nézzük már meg ezt az erődöt. 129? Így is ezért lettetek egy páran.
Azt hiszem az onagerek voltak a faltörők. Abszolút elfelejtettem már, hogy melyik volt a jobb melyikre. De majd úgyis meglátjuk csatában, majd viszek felefelét, és akkor látom, amelyik ilyen darabos lövedékeket küld az a... Rendes, mi az? Ó, az Északi Birodalom háborút hirdetett ellenünk. Akkor mehetek vissza a saját birtokainkra viszont. Mert az Északi Birodalom az minket fog támadni, közvetlen minket fog támadni. Békeszerződés. Én nem akarok békét. 48. Oh, békét fogunk kötni. Ez az? Jó, hát akkor figyeljetek, ezt az erődöt elfoglalták. Én nem mondom vagyok, ez egy értelmes háború volt. Na, irány vissza akkor haza, mert itt nagyjából csak minket támadhatnak. Nem nagyon örülünk. Azt fogjuk csinálni, hogy egy csatát elkezdünk így ellenük. Tudjátok, tehát nem várjuk meg, hogy ostromoljanak, hanem ténylegesen megpróbáljuk elintézni őket. Ott például azt a 78 főt. De jó lenne tudni, hogy kinek van lova, vagy kinek nincs lova. A feleségemnek van lova, azt tudjuk. Ő jöjjön velünk. Rangers love. Jó, tudod mit? Te oda menjél. Te menjél ide az íjászokhoz, támogasd őket. Ironbelly meg szintén jön velünk, mert szerintem ő is lovassági vezér. Tetszik, hogy hozzá lehet kötni most már a hősöket, hogy melyik csapathoz tartozzanak. Mert régebben volt ezzel egy probléma, hogy bekerült a lovas vezéred a gyalogság közé, és rohant ki belőlük. Így, szerintem az abszolút rendben vagyunk, és azt mondjuk, hogy lovasság követ minket, mindenki más pedig... Parancsra, srácok, menjetek, az kész. Intézzétek a dolgatokat. Megvezetem a lovasságot. Ez egy könnyű ütközet lesz, tehát itt abszolút semmi problémánk nem lesz ezzel. Nem is érzem úgy, hogy nagyon taktikáznunk kéne. 51 íjászuk van. Tehát most nézzétek azt, hogy a lovasságommal el tudnám verni az egész csapatukat nagy eséllyel. Kicsit megvárjuk, hogy a gyalogságunk közelebb érjen, hogy ne feltétlenül lovassággal foglalkozzanak csak. És aztán rájuk megyünk. Egy nagyon egyszerű ilyen körbe kerülős, hátba támadós taktikát alkalmazunk. Ott az íjászok nagyon mennek előre. Nem tudom, miért mennek ennyire az íjászok ott. Az íjászok azok kegyetlenül bementek előre. Esküszöm, bakker. Nem lehet megbízni az AI-ban. Fogd, az beküldte az íjászokat legelőre. Pedig a Combat AI föl van emelve. Olyan érzetem van, mintha jobban futna a játék. Lehet a frissítésekkel kicsit javítottak ezen. Jó, szerintem megölték. Mennyi embert vesztettünk? 5. Fogadjunk íjászokat. Ja jó, nem az én csapatomból viszont. Az abszolút jó. Csú, de üvöltöztök. Te az én prisonerem vagy, barátom. Mert hülye voltál. Birodalmi katonákat tudnék felvenni. Igen, sokan vagyunk igazából, de tudja... Van itt egy hármas legyen ő. Őt felvesszük. Őket azt hiszem nem akartam tovább fejleszteni, azért van ennyi létszámuk itt. Jó. Vehettem volna fel rabokat. Mindegy. Na nézzük, hát ha találunk még akkor ellenfelet, akik nagyon szeretnének ellenünk harcolni, vagy el is foglalhatnánk ezt a kastélyt. Ja, ezt a kastélyt megszerezhetnénk, ezt a múltkori alkalommal is meg akartam szerezni, csak nem vártam meg az AI, míg visszafoglalom. Mert akkor lenne egy ilyen előkastélyom itt. De gyorsak vagytok. Lenne itt egy előre egy ilyen kastélyom, amelyiket el kell foglalni. 500 védő van? Várjátok, most bementem a kastély... Miért vagyunk benne a kastélyban?
Ja, van benne 4 darab különböző parti. De várjatok, Iron Bellit is azt írja, hogy itt van. Miért írja azt, hogy Arvadír? Ja, 400 védő közül, vagy 500 védő közül, kicsit kevesebb, mint 400 az én embereim. Most így mennyien vagytok? 153-an. Jó, itt valami annom. 600 fő. 600 fő. Hello, szia. Mondjuk. 600-700 fő. Jó, már meg is fordultak, meg is ijedtek. Jó, az úgy. 800 fő. Nagyon helyes, nagyon helyes. Gyönyörű létszámokkal vagytok. Akkor azt hiszem, kezdek aggódni a városomért. Bár ha felém jöttök, akkor lehet nem olyan feltétlenül fontos. De jöttök. De jöttök. Nem rossz irányba kezdtek menni. Arra megyünk. Szargotot elfoglalták. Azaz. Reméljük, Kaladok serege az elindul felénk, mert... Oké, hát ez még messze van. Elkezdték Mokeló városát foglalni. Miért is nem vagyok, nem is városát erődjét. Nem adunk ransom. Nem érdekel, ki kapja. Ez már annál inkább érdekel, csak szerintem nem fogjuk tudni megállítani. Én Mekalov kastélyt ne foglalják el. Kellemetlen. És nem is tudok több embert hívni. Tehát ha tudnék még magamhoz fölvenni, hogy mondjuk 600-an legyünk, vagy valami hasonló, akkor könnyebb dolgunk lenne. Hát ezek mennyien vannak. Hát ezt ott nem állítjuk meg, viszont az erő város legalább lehet megtartjuk. Rekrútoljunk trúpokat? Mindent, amit fel tudsz venni. Sőt, egy kereskedést csináljunk itt. Van itt mindenféle. Ó, ez egy elég nagy páncélzat lenne a lónak. Szóval akarok még ennél is nagyobb súlyt a lóra rakni? Nem, mondjuk így is elég gyorsak vagyunk. Rakjuk rá. Ki van még? Hafisa? Neked már alapban... Neked jobb izé lópáncélod van, mint nekem. Jó. Ki van még? Ja, én... Ja, jó. Itt az embereim közül, akiket itt tudok kezelni, az én vagyok az egyetlen, akinek lova van. Jó, ezt megtartjuk később le. Itt egy jobb kar, mint amilyen, csak nem páncéltörő. Annyi a probléma vele. Neked esetleg? Neked is 6-os van. Neked egy pajzsot kéne adnunk. Igazából lehet. Ja, tessék, úristen. Mi méretes pajzsot kapott, tudod mit? Tessék, inkább egy ilyet, ez ilyen kis aranyos nőies számodra. Illetve ja, tessék, egy ilyet kapsz a fejedre. Vigyázz magadra. Úgyne, többiek? Mi a helyzet, egy ilyet neked? Nem? Nem, azt nem akarjuk. Ez jobb, mint az övé. Ez jobb, mint az övé. Hol van az a pajzs? Itt egy jobb pajzs, mint ami neked volt. Nagyon jó. Neked lándzsád van. Itt egy jobb pajzs. Ez szó-szó, kérdőjel, hogy jobb-e. Itt egy 23-as kesztyű neked. Itt egy 23-as szintén neked. Egy jobb cipő.
Jó, oké, maradjunk ennyiben, hogy ez így megvan. Ezt így átadjuk. 53 ezer jön bevételképpen. Az teljesen jó. Nincs elég pénze a kereskedőnek. Nem akarom lereszetelni. Mert átadtam egy csomó cuccot az embereimnek. Mutasd. Aj, de most vegyek cuccot azért, hogy mennyi? Mínusz 98 ezerben lennél? Baj. Ez az. Oda akartam, hogy ezt... Jaj! Oké, várjatok egy pillanatot, ezt végigcsináljuk megint. Oké, szóval, akkor ezt most így elfogadjuk. És akkor most menjünk vissza megint kereskedni. És akkor nézzük, vannak itt lovak. Lovakat sose szeretném eladni. Itt egy jókar, tessék, ez mehet. Hát most végig kattintgatjuk, ameddig van pénze, mert hogy még 27 ezre van. Oké. Kicsit felgyorsítjuk. 30, 18, 500. Tessék, még azt az 500-at is leszedjük a seggedre. Úgy, 11. Nézzük, még ezt is le tudjuk igazából szedni, nagyon akarjuk. Tessék, 11. Most nincs mínuszban, illetve odaadtam a cuccokat az embereinknek. Jaj, ez a létszám, amivel itt vannak. Három különböző sereg, persze, hogy el tudod foglalni. Persze, hogy amúgy, tehát úgy tényleg igaz, hogy az AI ugye összehozza a létszámot, amivel elfoglalja, hogyha egyszerűen nem tudom behívni a katonákat a mi királyságunkba. Na, ostrom alá veszed? Nem. Tehát, hogyha a teljes királysága csak engem támad, akkor úgy igen, akkor úgy megoldja. Amúgy igen, csak nehéz dolga van csak úgy megoldani. Na, most, hogy ez megtörtént, én jövök vissza ezt visszafoglalni. Ezzel csak azt érték el. Hoppá, jön a 600 fővel, oda nézzetek. Jó. Hát mi ezt megpróbáljuk. Még mielőtt az a 700 fő bejön ide. Ez lehet fájni fog nekünk. Ezt a küzdelmet még lenyomjuk, azt meglátjuk, mi lesz. Hagynom kellett volna, hogy picit távolabb menjenek. Egy kicsit hagyni kellett volna, hogy távolodjanak, és állni az erődömben szimplán. A városban. Oké, megjegyezte az összerakásomat? Megjegyezte az összerakásomat. Ó, de jó vagy. Jó, itt viszont, ott vagytok rögtön előttünk? A játék most nem kicsinyítette el itt a de szép helyzet van itt. De szép helyzet van itt. Jó, tudjátok mit? Most viszont... Jó, ők ide. Sőt, be tudtok? De csúnyán be lehet ide menni. Nagyon jó. Formation. Shield wall. Shield wall-ba vagytok? Látom, hogy shield fal formációba lennétek. Tehát megbeszéltük. Aha, most vagytok line. Nem, alapból shield for... Shield fal formációban. Pajzs formációban voltak, na. Csak össze tudom rakni. És ide meg őket szintén úgy rakjuk be, csak ők így szétnyúltabban legyenek. Úgy, né. Íjászok. Ez az oldal tökéletes, hát ide mire átjönnek innen. Íjászokat ide. Sőt, mehettek még így széljebb. Loose formation. Itt láttok, mindannyian tudtok íjászkodni? Szerintem nagyjából igen. Még lehetne még széjjelebb húzni akár. Ez így jó lesz. Tudom, mennyi íjászuk van nekik. Lovassági csapatok. Na, engedd el az íjászokat?
És kezd ezt megnyitni, köszi. Lovasokat átrakjuk oda, mert az a szándékom, hogy előbb-utóbb így körbe megyünk és megrohamozzuk őket hátulról. Ez a célom. Aztán meglátjuk, hogy ez hogy jön össze. Kér, lovasok. Nagyon jó helyen vagytok. Visszajövök ide a gyalogságunkhoz. 170 darab íjászuk van. Több gyalogságom van, mint íjászuk. Sok lovasom van. Nem tudom kicsoda, de ő úgy döntött, hogy belelovagol a csapataimba. És szerintem le is gyapáltuk. Tudjátok mit, lovasok? Odaálljatok meg. Én itt abszolút nyugodtan megvárom őket, hogy bejöjjenek ide a gyalogságunkba. Így is már küldi az lovasai egy részét. Mert szegény annyira okos. Milyen fogom, hogy elmegyek a lovasságunkhoz, azt nézzük onnan az egészet. Mert a lovasaimmal... Mennyi lovasunk van? 63... Ja nem, az az. Mi beakadtál meg? Ott van egy láthatatlan fal, tehát nem tud rámenni. Oké. Okay. Ez a híd elfoglalósdi taktika, ez a legjobb taktika az összes játékban. Többen vannak, akkor egy kis pontba beszorítod őket, hogy ne tudjanak rád menni. A létszám különbséget ne tudják kihasználni. Bár szerintem az íjászaik az én íjászaimat most szedik rendesen. Nem baj, én megvárom, míg a csapatait minél inkább beküldi az én csapataimra. Az ő íjászai az én íjászaimat lövi. Azt próbáljuk ki. Ha áthelyezem az íjászokat másik oldalra, hogy a gyalogságot lőjék inkább. Mert azoknak amúgy is van shield faluk. Pajzs formációjuk. Pajzsuk jó formán. Ide másik oldalra nem a legjobb berakni az íjászokat. De mindegy, jobb, mint hogy a többi íjász lője az én íjászaimat ott. Négy, gyertek ide. Sőt, onnan elkezdhetitek idáig széthúzni az egészt. Aha, jönnek a lovasai? Nem, mennek a lovasai. Bakker, nem figyeltem, hogy a lovassága ráról van az én lovasságomra. Nem baj, szerintem ezen az oldalt itt rendben leszünk. Átmegyek a lovassághoz, és akkor foglalkozok velük. Egymásba rohantak. Gyalálják le az én lovasaimat. Valahogy össze kéne hoznom itt a... Az előnyt vissza kéne valahogy itt szereznünk. Jajaj. Lehetőség szerint nem úgy, hogy belemegyek a... csapataiba, középre. Itt mondó vagyok, igazából ők is elvesztették a lovasságukat, meg én is elvesztettem a lovasságomat. Vannak még vajon? Vannak. Au.
A többi helyen úgy érzem, jól állunk. Hogy te ütsz meg mindig engem. Úgy. Meggondolta magát, hogy tartja a láncsát előre vagy sem. Egy emberünk, aki földre került. Jó, én a mondó vagyok. Maradt 5 lovasunk. De nekik is szerintem megszűnt a lovasságuk. Ez egy erősítés? Az úgy jó. Aha. Ez csúnya, hogy az minket eltalált. Vajon hogy állnak itt? Sehogy. Rosszat nyomtam formációba. Úgy. Mindenki ugye a shield far formációt azt engedje el, és kezdjenek el mozogni. Maradnom kéne a csapataimmal, mert különben legyalulnak engem is. Nem sok életem maradt. Végül is a csatát megnyertük, csak a háborút nem fogjuk megnyerni, hogyha még a további csapatai is ide jönnek. Egy jobb taktikát alkalmazott az AI azzal, hogy a lovasságát beküldte. Még ha el is veszítette, ugye... Körbe akartam menni és elintézni őket. És akkor menekülnek, jó, akkor viszont... Óha, oda nézzetek. Visszafordulnak, hogy letámadjanak, miközben üldözöm őket. Na, se rossz. Van esélyük konkrétan megölni, hogyha így visszanézegetnek. Ezt egy lovasomat ott le is darálták. Szerencsétlen. Ti hova jöttek? Ennyire igen? Most ilyen taktikai visszavonulást csinálnak? Nagyon úgy néz ki. Mert ugye, még harcban vannak. Megállnak a dombon, vagy nem? Meghaltam. Igen, erre valahogy számítottam. Mindegy, legalább fel tudom gyorsítani, hogy ez a csata véget érjen. Nem, szerintem ténylegesen menekültek, csak vissza tudtak fordulni támogatni. Érdekes, hogy változtattak így a játékon. Jó, oké, 16 emberünk halt meg csak. Érdekes. Aztán több embert vesztettünk, bár a lovasságunk veszett oda ténylegesen. De az is érdekes, hogy csak 16 így. Ezek közül akkor jó sokuk lesérült csak. Jó van. You are wounded. Ah. Fuck. Ez jó lett volna túlélni. Oké, hát megnézzük, hogy beküldöm a csapataimat, azt akkor mit csinálnak. Jó, megnyertük, hála. Jó, te a prisonerom vagy. Illetve nézzük, azokat is elvisszük fogolynak. Akik olyan magasabb szintűek. Ah, majdnem maximum van a fogoly számom. Gondolom amiatt, mert
Nagyon sok emberem meghalt. Nem, titeket nem akarlak. Titeket akarlak. Téged is, mert téged is. Ide. Ez az oldal. Ez micsoda? Ja, banditákat akkor tudom katonával fejleszteni, hogy megvan ilyen respect trétem. Érdekes. Úgyne. Na, adjatok mindent ide, úgy. Nagyon jó. Akkor én most szerintem erre elkezdek jönni, mert ezt a várost 780 ember van ott benn, azt nem fogják elfoglalni, engem viszont elvernek a fenébe, hogyha elkapnak most. Jöttek után... Nem, mit csinálsz? Erre gyere szépen, micsoda? Jaj, megkaptam szargotot, de jó! De örülünk neki. Jó. Kreáltak még egy sereget. És ide is hozhatnák azt a másik sereget. Ógyne, meg itt megállunk. Na figyeljetek, remélem jól szórakoztatok, remélem a kamera is csatlakozik hozzánk legközelebb, hogy megmaradjon a képem. Viszont, ha tetszenek a videók, akkor gondolkozzatok el azon, hogy támogassátok a csatornát. Nézzetek körbe a Discordunkon, a linkeknél nagyon sok mindent el tudtok érni. Van egy új link, a leírásba is lehet bekerül, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, amiben láthatjátok azt, hogy egy naptárhoz vezet, ami mutatja, hogy milyen videók mikor fognak kikerülni, mi van tervezés alatt, meg hasonlók. Szólja, és akkor hát, ha úgy választ kaptok kérdéseitekre, hogy mikor lesz melyik fajta videó. A legközelebbi videóig pedig, sziasztok!